Csíkin Amerikában talált adatot tizedikben, hogy az 1700-as évektől fazakasok voltak ősök. Az évapámkor édesapám egy azon dolgoztak, hogy egy mesterség évszázadokat állt meg valamitől gyerekeinek, megtanulják és továbbítják ezt a hagyományt, melyet ők várvány körülmények között megőrizték. Most boldogan van a fejem, mert tudom, hogy látnak, örvendeznek, hogy beírt a munkás bűnöcsön. Utódjaik is értékeket teremtette, és a pár családot vagyok örökség díjat jutalmazták. Igen, a mi életünk koronti fazakak, székely bokájuk, tányér, csuprok között perper. A korom forog, így, hogy formát adja a fazakas a tagjának, hogy az zárt szívség kilépjen a kezünkből, s kincsé váljon. A fazakasságban víz, levegő, tűz van, fazakasság teremtő erő. Közel évszázadot küzdünk a koronik kerámia rangáért, művészi szintjéért, felvilágosztalásáért, a mesterség szerelme, a formák harmóniája, mázzal csodás színei készítettek a székely fazakasság hagyományainak folytatására, mert csak így lehetünk értetőjel a magyar hagyományokat. Széles e föld, ahol ismerjük a koronai kerámiát, ismerjük a csegyük a pálapnát. Most már tudjuk, hogy a pál kerámia gazdagabbá tette a székely művészetet és a magyar kultúrát. Köszönjük a megtiszteltetést! Köszönöm a Bíráló Bizottságnak! Köszönet Magyarországnak, hogy ilyen magas rangra emelte a koronai pál kerámia rangját és a pál család munkássága magyar örökségi díjjal ismerte el. Még egy gondolat. Zrínyi Miklós költő hadvezér szavaival van említkezni epigrammája, mint Hector Trójának, nézett bezárva, így a koronai kerámia